ortodox és gótikus, ez egy meglehetősen rendkívüli és különleges kombó, márpedig itt Ráckevén a Nagy Boldogasszony szerb ortodox templom az egyszerre gótikus épület és ortodox szerb templom. Tehát Ráckevén vagyunk, és ez az ország egyetlen ilyen temploma. Honfoglalás után Csepel-sziget részeként ez a környék is Árpád fejedelem törzsének szálláshelye volt. A következő századokban az itteni települést Ábrahám telkének nevezték, ahol a 12. században épült az első kolostor. A nagy változásokat az hozta, amikor a török elől az aldunai kevéről a 15. században a király a törökök elől menekülő rácokat telepített itt le. A hagyomány szerint, amikor a törökök 1439-ben először ostromolták meg, és el is foglalták akkor Szendrőt, a Duna túlpartján lévő falvakat és köztük Kevevárát, szerbül Kovint is kifosztották. A menekülők északra Magyarország felé indultak, és egészen Csepel-szigetig hajóztak. 1440. október 10-én első Ulászló király a kovini, kevei menekülteknek adományozta a már említett gótikus templomot, továbbá földeket a környező királyi birtokokból. Ettől az időtől létezik Csepel-szigetén Felsőkeve vagy Ráckeve, szerbül Srpski Kovin, ugyanis az ide menekülő rácok kezdték először Kiskevének, majd Ráckevének hívni ezt a helyet a templommal együtt. A hagyomány szerint nem véletlenül itt történt ez a letelepítés. A templomot és monostorát a 12. század első felében állítólag Ilona királyné alapította, aki első urosz szerb nagyzsupán lányaként lett, második, azaz Vag Béla király felesége. A templomot Mátyás király uralkodása idején szentelték föl, építkezésében feltetőleg Budáról érkezett olasz kőművesek és kőfaragók is részt vettek. A törökök aztán ide is elértek, de a 16. században ez nem csak a város feldúlásával és pusztítással járt, akkor hódíthatott jelentős teret itt a reformáció is a városban. A török kiőzése után a győztes hadvezér Savoyai Jenő kapta meg az egész Csepel-szigetet, ő német telepeseket hozott Ráckevére. A Nagy Boldogasszony szerb templom valójában egy műemlékegyüttes, mert áll egyrészt egy gótikus templomépületből, a torony már ugye a régi alapokra épülve, de barokk, és állnak itt még a sarokban kőkeresztek, sírok is voltak, továbbá egy régi iskolaépület, és természetesen a mai parókia. A parókiális templom véletlenül a 16. század közepén alakult monostorrá, aztán Mária Terézia idejében, aki igyekezett csökkenteni a monostorok számát, a szerzetesek egy kis csoportja elhagyta a ráckevei monostort, és a Tolna megyei Grábóc monostorába költözött át. Itt tehát a monostorból ismét templom lett. A templomba egyébként a keresztelő Szent János reneszánsz kápolnából tudunk bejutni a főhajóba, ahol rögtön szembe találkozunk az elválasztó fallal, ugyanis a szerb templomban és itt is a férfiakat és a nőket egy freskókkal, képekkel gazdagon díszített fal választotta el, de az egész templomhajó és templom test ki van festve. Főépületi szentélyben nő nem léphet be, ezt kecses, rokokó ikonosztász tartja, mennyezete viszont késő gótikus hálómennyezet. Miután 1440-ben a templomot a szerbeknek adományozták, a harmonikus és arányos gótikus épület a kápolnákkal együtt kisebb átalakítások után ortodox imahelyé változott át. A keleti oldalon rendezték be a megfelelő méretű oltárt. A templom eredeti ikonosztáza alacsony építés volt, és csak néhány a bánáti Keveváráról hozott ikon tartalmazott. A mai ikonosztáz az 1770-es évből származik, a freskokat pedig a voszkopolyai Teodor Szimeonov mester készítette 6 év alatt, 1760-tól kezdve. Mivel a templom gótikus stílusban épült, ezért külön gondot jelentett az ikonfestőnek, hogy hogy helyezze el a bizánci vagy szerb templomi festészet alakjait ebben a gótikus térben, hiszen alkalmazkodni kellett az osztottsághoz és a gótikus boltívekhez. Egyébként az egész templom, a kápolnák,
a padlótól a mennyezetig, a boltívek közöttben és kapuhajakban is tele van festve bibliai és szerb történelmi alakokkal, szentekkel. A szentély itt kelet felé néz, jobbra láthatjuk az ikonosztászt rokokó stílusban. Körülbelül 40-50 ikonból áll, tetején nagy kereszttel. A szentélyben alul szentek sora, fölötte a Jézus feltámadását és mennybe menetelét ábrázoló falfestmény van. A déli falon az angyali üdvözlet, Jézus születése, gyermekkora és szenvedése látható, a nyugati falon pedig az apokalipszis, az északin Mária halála, a Krisztus szenvedése és leszállása a pokor tornácára és feltámadása. A pokol ábrázolása a nyugati falon a kapu két oldalán aprólékos részletességgel jelenik meg, számtalan bűn és az értük kiszabott büntetés. Ülőhelyeket az ortodox szokásoknak megfelelően hiába keresünk, bár ezek úgy néznek ki, de nem ülőhelyek, hanem úgynevezett támaszkodó székek állnak a fal mentén. És az ikonosztáz a szerb, illetve ortodox templomok főszereplője. Az itteni az négy vízszintes szakaszra különíthető el. Az első az nincs kifestve, a második a Szent Ajtó apostolonnak a medalionjaival van díszítve, a két oldalajtó fölött, és utána pedig következik a főikon. Ahogy már szó volt róla, a templomhajót és az oldalkápolnákat szinte teljesen elborítják a freskók, de az a különleges benne, hogy a bizánci és a rokokó barokk stílusnak valami egészen sajátos elegyében. A templom belsőt egyébként három időszakban is kifestették, először 1320-ban, ennek ma már nincs nyoma, majd 1514-ben, ebből máig látható még egy-egy kisebb részlet, például az Istenszülő Szűz Krisztussal, ahol az 1765-ös festés leomlott, majd utoljára 1765-ben az említett különleges stílusban. Ha kilépünk, akkor a 40 méteres torony különáll, ami meglehetősen ritka a szerb egyházi építészetben, de hát itt részben ugyebár nem is erről van szó, hiszen maga az ortodoxia és a gótika találkozása is meglehetősen ritka, tulajdonképpen talán csak itt Ráckevén található így együtt. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk, kívül és belül, mikrotörténetekkel, és az időben ide-oda ugrálva. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.